Jó napot kívánok! Ez a Kritika. Művekről és művészeti trendekről beszélgetünk közérthetően és kritikusan. Célunk, hogy ne csak elfogadjuk vagy elutasítsuk, de értsük is azt, ami kortárs. Széchenyi István soha nem kelt át rajta, sőt a munkálatok során egyszer beleesett a hídról a Dunába. A 175 éves Lánchídról készült könyvről beszélgetünk nem sokára. Előtte azonban, aki pünköst hajnalban születik, szerencsés lesz, tartja a mondás. Számos népszokás fűződik a kereszténység harmadik legnagyobb ünnepéhez, de vajon mit jelentenek ezek a hagyományok a mai ember számára? Mindjárt ez is kiderül. A magyar pünkösdi szokások közül a legelterjedtebb a pünkösdi királyválasztás, ahol főként ügyességi próbák során a legrátermettebb legény egy évre kapta meg a királyi címet. Sok helyen pünkösdi királynét is választottak a falubéli kislányok közül, aki díszes menet élén járta be a falut házról házra. Pünkösd ünnepéhez udvarlással kapcsolatos szokások is fűződnek. Egyes vidékeken például a legények az ünnep hajnalán a kiválasztott lány ablakába pünkösdi rózsát tettek, máshol mátkatálat, azaz kalácsot és bort küldtek a kiszemelt hölgynek. Este aztán újabb lehetőség adódott az udvarlásra, ugyanis sokfelé ilyenkor pünkösdi bálokat tartottak. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum évről évre megrendezi a pünkösdi örökség ünnepet, ahol a szellemi kulturális örökség közösségei találkoznak. Vendégem Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója. Pünkösd pirosbetűs ünnep, pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő egyaránt, ám nagyon sokakban már inkább csak az a lenyomat marad meg, hogy pünkösd hétfő tanítási szünet, vagy esetleg nem kell menni munkába, nem nagyon tudjuk már ennek az ünnepnek az eredeti jelentését. Mikor feledkeztünk meg róla? Hát feltehetően menet közben, hiszen annyi minden impulzus éri a ma emberét, hogy sok esetben már csak külsőségekre figyel, vagy éppen nem keresi meg a gyökerét ennek a nagyon komoly ünnepnek, például ami a pünkösd, a 49. plusz egy nap, tehát az 50. nap, a húsvét vasárnap utáni 7. vasárnap, és az a pünkösd vasárnap, és utána pünkösd hétfő, ami következik. Ennek van egy ugye, van a zsidó hagyományból, van a keresztény hagyományból, nagyon komoly gyökér. Nem felejtve el, hogy ez a Szentlélek kiáradása, tehát a nagy vallási ünnep, ami a húsvéttal vagy a karácsonnyal kezdődő és a húsvéttal folytatódó nagy ünnepkörnek, Jézus életével kapcsolatos nagy ünnepkörnek a lezáró aktusa, és ez adja azt az egész komplexitást. Pünkösd és a Szentlélek eljövetele talán annyira megfoghatatlan, hogy sokszor még a keresztény ember számára sem annyira értelmezhető. Ez valóban így van, és hát mi azért vagyunk például a skanzenban, hogy ezekre a szokásokra felhívjuk a figyelmet, és próbáljuk visszavezetni. A laikusok, a gyerekek, a fiatalok, az újabb és újabb generációk, azok mindenféleképpen igénylik ezt a fajta segítséget, és mi ezt istentiszteletekkel, liturgikus szokásokkal, tánccal, dallal, az ehhez kapcsolódó folklórhagyományokkal próbáljuk is ezt megteremteni. Nagyon sok, ahogy említettük, néphagyományunk kötődik hozzá, amit azért régen, valljuk be, sokkal többször gyakoroltak, mint napjainkban. Csak a ma emberének nehezebb megérteni a pünkösdöt, vagy nehezebb a ma emberének megérteni? Nyilván a változásokból fakad a probléma, mert a korábban a kis közösségek, a falvak, a közök, a végek, alvég, felvég, kisebb vagy nagyobb városi, falusi közösségek önmagukban megélték ezeket a szokásokat. Ez a kiválasztódás, ami a királynő és a királyválasztás, az már maga aznak a bonyolult folyamatnak a része, amit a gyermekkorból átvezet a felnőttkorba, amit mi néprajzosok úgy hívunk, hogy a belenevelődésnek a korszaka. Tehát abban a fiúcsapatban, aki a legügyesebb, a legjobban üli meg a lovat, aki a legjobban birkózik, aki a legerősebb, legjobban lő célba, ő lesz majd a vezetője annak a kis közösségnek. És a lányoknál hasonlóképpen, aki legszebben var, vagy éppen fon, vagy énekel, vagy táncol. Tehát felkészülnek azokra a szerepekre a kisközösségen belül az emberek, a gyermekek, a fiatalok, ami aztán később átvezeti őket, és ez generációról generációra adódik át ez a szokásrend. Na ezt a folyamatot felejtettük el, vagy az atomizálódó modern társadalomban ezek a kapcsolódások, ezek a rítusok, amelyek intergenerációs módon, tehát a nagyszülők, szülők,
gyermekek, unokák vonulatában adtak egy folyamatosságot, most ez a szövet szétszakadt, és ezért van az, hogy nem nagyon tudunk mit kezdeni különböző ünnepekkel. De ez vajon csak a közösségek szétbomlása miatt van, vagy nem is adjuk ezt már át generációról generációra, és hogyha nem, akkor miért nem? A kettő nem választható egymástól, mert azt gondolom, hogy amíg a közösség megélt, a közösségnek erős összetartó ereje volt, abban mindenkinek megvolt a helye a családban, a nagyszülőknek, a szülőknek, a gyermekeknek, ezt hogy adják ezt egymásnak. Most abban a percben, amikor már csak az atomizált család él egyedül, és a nagymama és a nagypapa, teszem azt, az öreg otthonban van, vagy egyedül él, vagy a gyerekek, az unokák már külföldön dolgoznak, vagy külföldön élnek a nagyszülők, tehát máshol vannak, tehát már nincs meg ez a kapcsolódás, és jó esetben, hogyha találkoznak ezeken a nagy ünnepeken egymással, és akkor meg igazából egy vendéglátás, egy kis ajándékozás, tehát olyan külsőségek jelennek meg, amelyek már nem az alap gyökerekről szólnak, nem az alapértékeket erősítik tovább. Annak ellenére, hogy azért ezek a hagyományok, amiket említett például a királyné, király választás, azért ezek olyan dolgok, amelyeket a gyermekek valószínűleg korszaktól vagy évszámtól függetlenül élvezhetnek. Mik még az ilyen hagyományok, pünkösdi hagyományok, amikhez esetleg ma is könnyebben lehet kapcsolódni? Nyilván a tavasz köszöntés, hát hiszen a május 19-20-án lesz most az ünnep, a természet bomba kirobban, gyönyörűség, a pünkösdi rózsa kihajlott az útra, ugye milyen könnyű ezt énekelni, milyen könnyű ezzel táncolni, ki lehet menni a szabadba, pesdül a vér, a fiatalok egymásra találnak, szerelmi szokások, párválasztó szokások egyebek, amelyek megjelennek a közösségi rendezvények, ezeken a versenyeken, a kocsmákban, a különböző közösségi helyszíneken, az esti bálakon. Ez mind-mind azt a kohéziót erősíti, ami igazából a normális társadalmi rendnek az alapja. És nagyon érdekes az, hogy hiedelmek is kapcsolódnak pünkösd ünnepéhez, csak hogy egyet említsek, a pünkösdi vízben, forrásvízben való megmosdás egész évre elűzi a betegséget, így tartja a hiedelem, de bizonyára még számos másikat lehetne említeni. Ez is a rítus része, a megtisztulás. Egy új korszak kezdődik. A hosszú tél után jön a tavasz, az élet újra kezdődik, megtisztulunk, elvetjük a régi dolgokat, és jön helyette egy új, ilyen analógiás szokásokkal, varázslatú szokásokkal ezt meg lehet oldani. Mégiscsak ezek pogány hiedelmek, és ugye a pünkösd ünnepe, hogyha keresztény ünnepként nézzük, akkor ez távol áll nyilvánvalóan a hiedelmekhez. Van kapcsolódás a kettő között? Elbírja a kettő egymást? Vagy... Sőt, azt kell megfigyelni, hogy minden dolognak van egy profán, és van egy szakrális része. És ezek a profán és szakrális részek nagyon komoly szimbiózisban vannak egymással. Tehát azok a termékenységi rítusok, amelyek még a kereszténységi előtti időszakból származnak, azokra rátelepedett a kereszténység, aztán arra rátelepedett bármifajta más, esetleg egy nemzeti ünnep, és akkor ezeknek a keveredése adja ezt az ünnepkört. Egyik sem létezik a másik nélkül. Ugyanakkor még a keresztény vonulata kicsit kihalni látszik, vagy reméljük azért nem kihalni, de kicsit már háttérbe szorult az ünnepnek, addig például a májusfa állítás, vagy a majálisok megtartása, tényleg ez a tavasz köszöntő jelleg, ami mondjuk inkább pogány hagyományokra alapul, ez azért mégiscsak népszerű. Természetesen, hát azért is népszerű, mert milyen fontos jelenség ma, hogy kifejezzük a mi vonzalmunkat egy lány irányt, hogy oda visszük hajnalba, összeállnak a fiúk, oda visszük hajnalba a májusfát, feldíszítjük, közösen vágjuk, közösen cipeljük. Ez mind olyan kapcsolódás, ami erősíti, és ez későbbiek során ebből lesznek a barátságok, a komosságok, a keresztülőségek, stb. Szokásokat kell keresnünk, rítusokat kell keresnünk, a mindennapi élet megtartó erejét kell erősítenünk. Ebben lehet esetleg segítségünkre a skanzen is, ami ugye pünkösdi örökség ünnepre várja a látogatókat. Miket terveznek? Igen, ez az egyrésztől, tehát itt nálunk is látszik, hogy összekapcsolódott már ez az ünnep. Az egyik részről továbbra is mi magunk is eljátsszuk ezeket a szokásokat, rítusokat, a királynő választás, a király választás, a zöldák hordás, a pünkösdi rózsa és ezzel kapcsolatos minden dolgot, ez lesz az egyik vonulat.
de már jó néhány éve, 2009 óta nálunk van a Szellemi Örökség igazgatóság, ez egy feladat. A tudást át kell adni az egyik társadalmi korszakról, generációról a másikra. Erre létrejött egy hatalmas szervezet az egész világon, ahol a Szellemi Örökség elemeket nemzetközi listára, jó gyakorlatokat nemzetközi listára helyezik, és annak van magyar, tehát van nemzeti vonulata is. Ez a nemzeti vonulat nálunk testesül meg, nálunk van a szervezete, és kitaláltuk azt, hogy erre a pünkösd ünnepre, talán éppen az, hogy kicsikét abból, amit ön is mondott, hogy nem mindig találjuk már ezt a szakrális részt, vagy a pogány részt, na ez egy jó alkalom, hogy összejöjjünk. Ide hívtuk a közösségeket, azokat a közösségeket, több mint 60 közösség van már ma Magyarországon, akik a Szellemi Örökség tekintetében olyan elemmel rendelkeznek, ami régi, hagyományos, és átadják a mai napig is. Tehát ápolják és átadják ezt a tudást. A Halasi Csipkétől a Matyó közösségeken át, a feltájmesterségtől, a solymászatig, a lipicai ménestől, a mendei templom díszítésig, a lekvár készítéstől, tehát a szegedi cigány szokásokig. Tehát gyakorlatilag minden ilyen vonulatot összeszedünk, és ezeket a közösségeket, amelyek megőrzik szellemi értéket, ezt a szellemi örökséget, őket lehetőséget teszünk az ő számukra, hogy egymással találkozzanak. A közösségépítés tehát megvalósul. De vajon a Z-generációnak tényleg át lehet még ezeket adni? Ugye, amikről beszélt, ezek olyan hagyományos dolgok, amiket nehéz már egy olyan inger dömpinghez szokott gyermeknek átadni. Gondolta volna, hogy a röpipáva, vagy a felszállotta páva ekkora népszerűségnek fog örvendeni? Gondolta volna, hogy ennyi fiatal akar, az ezer generáció akar táncolni, vagy táncházakba járni. A tapasztalat az, hogy érdeklődnek? Igen. Tehát azt gondolom, hogy meg kell ezt találnunk, és én nagyon-nagyon optimista vagyok, hogy a következő generációk rá lesznek szorulva, rá lesznek kényszerülve arra, hogy merítsenek ebből a szellemi örökség hagyomány halmazból, annak érdekében, hogy nekik jobb legyen. Mi az, amit ma a 21. században a pünkösd üzenhet nekünk? Mi az, amiben segíthet mondjuk bennünket a mai nap kihívásaiban? Hát nyilván a vallásos ember lévén a Szentlélek kiáradás az maga egy olyan dolog, amit át kell élni, oda el kell jutni spirituálisan és szellemileg is az embereknek. De hogyha ez nem sikerül, akkor mindenféleképpen a közösség. A közösségbe való élet, az egymással való együttműködés, a szolidaritás, a közös tevékenység és a közös segítségek, amelyek a pünkösdi szokás halmaznak a segítségével, ez nagyon megerősíthető, és ez egy nagyon jó kilátás, én azt gondolom. Legyen ez a zárszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Pünkösdi néphagyományok után Budapest ikonikus hídjáról lesz szó. 175 éves a Lánchíd, új szemszögből olvashatunk a 3 évszázadot megélt építményről Domonkos Csaba könyvében. Műszaki adatok, pénzügyi és üzleti tervek, táblázatok, az építkezés közben történt érdekességek. Domonkos Csaba könyvét hiánypótló alkotásnak tartják a Lánchíd történetével foglalkozó szakemberek. A számos, eddig még sosem publikált eredeti forrásanyagból felépülő kötet a hídelemek alkatrészek vizsgálatával is foglalkozik. Sorra bemutatja a Lánchíd felújításainak, újjáépítéseinek történetét, műszaki részleteit is. Ugyanakkor a kötetben olvasható a hídvám eltörléséről, megtudhatjuk az igazságot a Lánchíd oroszlányainak nyelvéről, de arról is, hogy kik milyen szabályok szerint melyik oldalon közlekedhettek Budapest első állandó hídján. Vendégeim Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, illetve Fazekas János, a Lánchíd hídmestere. Nos, Domonkos Csaba könyvének a címe a Lánchíd története 1849-től a 21. századig. És talán pont ez az, amiben újat alkot, hiszen az eddigi művek mindig az előzményekről is beszámoltak, ez a könyv pedig tényleg az átadás pillanatától kezdi a Lánchíd történetét, és utána vezeti végig a következő évszázadokon. Műszaki vagy történészi szemmel íródott inkább a könyv, mit gondoltak? Ugye Domonkos Csaba, ő alapvetően egy történész, viszont családilag az édesapja mérnök volt, és ő családilag hozott egyfajta olyan műszaki vénát is,
ami miatt könnyebb volt neki belásni a magát ebbe az egész témába. Nagyon sok műszaki jellegű részletet is tartalmaz a könyv. Egészen pontosan annyira sokat, hogy kicsit egy ilyen adathalmaz érzése van néha az embernek, bár az tény, hogy látszik, hogy iszonyú kutató munka áll mögötte, de mégis onnantól kezdve, hogy a Lánchíd részvényei hogyan alakultak az alkotóelemek méretéig, súlyáig, minden benne van. Kinek szól ez a könyv? Kinek érdekes mindez? Ez a könyv tulajdonképpen mindenkinek szól, akit érdekel a Lánchíd története és szereti a Lánchidat. Szerintem a sok-sok adathalmaz között, számok között rengeteg olyan információ van egy-egy mondatban elrejtve, ami nagyon-nagyon érdekes, tehát ez egy olvasmányos könyv. Ami nagyon érdekes, hogy igazából ilyen átfogó mű nem jelent még meg a Lánchídról. Amit talán mégiscsak hiányolok a könyvben, legalábbis számomra, mint laikus számára, hiányoztak kicsit a személyes történetek. Bár nyilván Széchenyi, hogy beleesik a Dunába, ez a történet benne van, és egy-két olyan fontos, vagy inkább már ismert mozzanat, de azért személyes kapcsolódásokat nem annyira érzek. Ezek tudatos döntés, hogy ilyenek nem kerültek bele, vagy esetleg lehet, hogy érthetőbbé tenni a művet a laikusok számára, vagy jobban tudnának kapcsolódni hozzá? Lánchíd maga egy különleges hely, és emiatt sok különleges dolog is történt. Tehát, hogyha mondjuk azt mesélem, hogy volt már zongora a Lánchíd tetején, és ott zongoráztak, voltak tűzoltók, akik a jégtábláról, a Lánchídról függeszteket veszettek ki egy embert a jégtábláról, főztek a Lánchíd tetején. Nagyon-nagyon extrém dolgok történtek, amit most így elmesélek, furcsának hangzik, de amikor ott úgy benne van a szituációban az ember, akkor úgy történnek ezek a dolgok. Egy hídmesternek ezek szinte mindennapos feladatok, hogy ilyeneket megoldjon? Mi a hídmester feladata? A hídnak minden részét be kell járnom. Egyébként a könyv is nagyon alaposan megemlíti a hídszerkezet különböző részeit. És például a könyvben, ha valaki olvassa, hogy lehorgonyzó kamra, akkor azt nem tudják elképzelni, hol van. Én tudom, hogy ezek a kamrák hol helyezkednek el, valóban hol tudok bemenni, hogy tudok följutni a híd tetejére, sokan azt se tudják elképzelni, milyenek ott fönt ezek a koronasaruk. Tehát a hídnak a rejtett részeit be kell járnom, és minden dolgot ott meg kell vizsgálnom, hogy jól működik-e, úgy, ahogy a könyvben egyébként elég tételesen le vannak írva ezek a szerkezeti részek. Egy egészen különleges világ bontakozik ki az elmondásod alapján a Lánchíd, mintha egy kis külön dimenzió lenne. Akkor beszéljünk is egy kicsit a Lánchíd történetéről. Ugye 1849-ben adták át, de már akkor megelőzte a korát bizonyos szempontok szerint. Milyen különleges műszaki megoldások vannak a Lánchídban, amiben mondjuk megelőzte a korát? Azt egy különleges megoldásnak tartom, hogy volt benne két darab hossztartó is, aminek elsődlegesen az volt a funkciója, és a Tierney Clark már erre is gondolt, hogy a szél nyomás, a szélterelés, ugye Budapesten alapvetően egy északi uralkodó szélirány van, ami a Dunán, mint egy szélcsatornán keresztül vágtázik a városon, ami egyfelől jó, mert kitisztítja a város levegőjét, másfelől viszont nyilván statikai problémákat jelenthet egy hídnál. És tulajdonképpen egy lánchidat úgy kell elképzelni, ezek a láncszemek, mint egy kerékpárláncnak a szemei, együtt kellene, hogy dolgozzanak és tudjanak mozogni, és sajnos ma sincs így teljesen, de talán ezt János jobban tudja nálam, hogy azért itt vannak még mindig problémák, amelyek a mostani felújítással sem oldottak meg. Mindenesetre ezek a hossztartók, ezek mindenféleképpen egy egyedi és korszakalkotó megoldásként lehet őket megemlíteni. A láncnyergek is tulajdonképpen ilyen korszakalkotó megoldások voltak fönt a pilonokban, amelyek a láncok mozgását voltak hivatottak biztosítani, jelen pillanatban koronasaruknak nevezik őket. Például az is egy nagyon nagy újítás volt, és hát maga a híd hossza, tehát ilyen méretű híd, abban az időben egy rekordnak számított. És hát nem véletlen talán akkor ezekből adódóan, hogy nagyon szigorú szabályok voltak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet átkelni a Lánchídon. Ezek közül mondjatok párat. Hát ugye fizetni kellett először is. Egészen 1870-ig hídpénzt kellett fizetni, ami azt jelentett, hogy kaptak egy úgynevezett bárcát abban a vámszedő házban, ahol elindultak a budai oldalon, mondjuk elindultak Pestre, és ezt le kellett adni a pesti oldalon, illetve
ilyen fából készült pallók voltak, azok képezték a járdát, és az egyik járdán, mondjuk a jobb oldali járdán csak Budáról Pestre, a másik irányban meg csak a másik járdán lehetett közlekedni, tehát az, hogy valaki útközben meggondolta magát és visszafordult, ilyen nem volt, nem szabadott megállni, bámészkodni, nem lehetett fáklyát vinni magával, az embereknek jól lehet, akkoriban azért a közvilágítás messze nem olyan volt, tehát ezt sokan kifogásolták is, de mivel a hídnak a szerkezetének egy jelentős része fából készült, ezért a tűzveszély az mindig ott lebegett a szemek előtt, ezért bárki akkoriban szokás volt fáklyával menni az utcán, ott azt el kellett oltani, nem lehetett dohányozni rajta, mert az is tűzveszélyes. Sőt, még hogyha valaki esernyőt vitt magával, ezt a könyvben pont olvashatjuk, akkor azt kinyitva volt érdemes átvinni rajta, hiszen hogyha már vára vetve tartottuk, akkor azért külön díjat kellett fizetni. Maga a karbantartás talán még egy érdekes dolog, hiszen már az 1900-as évek elején is kellett egy felújítási munkálatot végezni, aztán nyilvánvalóan a II. Világháború után a felrobbantást követően szinte teljesen újra kellett építeni, és hát ez most már a harmadik felújítás. Minden jellegű hídnál ez megvan, ez a sajátosság, hogy ennyire folyamatosan kell a korhoz igazítani, ennyi terhelés éri, vagy ez a Lánchíd esetében mennyire különleges? Mondjuk egy hídnál 10-20 évente azért persze szerkezettől változó fel kell újítani, tehát folyamatosan ellenőrizni kell a szerkezetet, azonnal figyelni kell, hogy hol hibásodik meg. Nekem egyszer egy idős mérnök asszony azt mondta, hogy ha nagyon szereted a hidat, akkor meg fogja mondani, hogy hol fáj. Maga a híd már a korábban is politikai csatározásoknak volt az alanya. Ez azért nem változott napjainkig sem. Mit gondoltak, mikor volt a legnagyobb veszélyben a híd a történelme, vagy története során, vagy egyáltalán melyek voltak azok a fontos fordulópontok, amelyek ilyen szempontból említhetők? Szerintem a legnagyobb veszély nyilván az a felrobbantást követően történt, hiszen a Lánchíd nem az volt az első híd, amit újraépítettek. Gyakorlatilag a Lánchídból az akkori kommunista vezetés próbált egy ilyen propagandisztikus dolgot csinálni, és ezért a felavatásának a 100. évfordulóján, tehát 1949. november 20-án avatták fel az újraépített Lánchídat, de azért ezt megelőzte a Margit híd, és megelőzte a Szabadság híd is. És az, hogy a következőnek mégis a Lánchíd tudott megépülni, ez azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencse a híd történetét tekintve, de hát nyilván rengeteg kérdés fölmerült mindig, például most a legutolsó felújítás előtt 2019-ben fölmerült az a kérdés, hogy ki kéne szélesíteni valamennyivel mind a két oldalon a járdát. Így is egy csomó dolog elmaradt a felújításból, tehát gyakorlatilag 20 éven belül ezt újra fel kell újítani, mert gyakorlatilag a láncok nem tudnak rendesen forogni, vagy legalábbis messze nem minden lánc tud elfordulni. Tehát gyakorlatilag a mostani felújítás az sajnos nem fog tartani 70 évig, legalábbis ezt mondják a szakemberek. Nem tudom, János, ezt hogy látod? Valószínűleg a következő felújításnál hozzá kell nyúlni a láncokhoz, mivel meg kell bontani. De ez azért nem is csak feltétlenül a híd statikájából adódik, hanem már a terhelés változásából is, nem? Tehát a 19. században nyilván másfajta terhelés érte, mint manapság. Jóval másabb volt valóban a terhelés, de maguk idővel a láncok, tehát 49 óta azért ez elég sok helyen összerozsdásodtak, hogy úgy mondjam, és ahhoz, hogy ezt orvosolni tudják, szét kéne bontani a lánckötöget, de erre valószínűleg a következő felújításnál valóban sort kell keríteni. Van egyébként reális esélye, nem is esélye, de hogy egyáltalán validitása mögött, hogy felújítsuk újra és újra ezt a hidat, mert hogy nyilvánvalóan azért ez egy ikonikus híd, vagy pedig egy idő után eljutunk oda, hogy ezt az egészet újjá kell építeni, és egy másik hidat kell a helyére létrehozni. Hogy látjátok a Lánchíd jövőjét? Hát erről már a könyvben is olvashatunk, erről már gondolkoztak jóval korábban is, hogy maga Lánchídnak adott a szélessége, jobb lenne egy szélesebb híd, szélesebb járda, de maga az építmény valóban annyira meghatározó itt Budapesten, hogy véleményem szerint nagyon hosszú ideig itt fog maradni ugyanebben a látványban, esetleg olyan szerkezeti megoldással, ami megőrzi ezt a látványt, ahogy a 15-ös átépítésnél is nagyon vigyáztak arra, hogy megmaradjanak az arányok, a hídnak a kecsessége, megmaradjon ez a csoda, amit tulajdonképpen a Lánchíd ott a Duna közepén képvisel.
Én azt gondolom, Lánchidat nem szabad más szerkezetű hídként újjáépíteni. Lánchid pont annyira hozzátartozik Budapesthez, sőt, hát tulajdonképpen Budapest létrejöttének a középpontjában volt, hiszen a 18. század végén, 19. század elején igazából nem volt olyan mérnök, aki azt mondta volna, hogy egy ekkora fesztávolságot át lehet hidalni híddal, és ezért is nem épült Budapesten, Budát és Pestet nem kötötte össze híd, ezért is nem egyesült a két város hamarabb. Igazából az egész nemzetnek az egyik központi olyan eleme a nemzettudatnak, ami, mint a parlament, az országház, aminek itt kell lennie, és ez szerintem nem képezheti. Talán akkor a jelképe az nem is változott az elmúlt 175 évben, hasonlót jelentett 1849-ben, mint amit napjainkban, úgyhogy vigyázzunk rá. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Önök a Kritika című műsorunkat látták, következő adásunkban szó lesz Schiller örökérvényű Ármány és szerelem című művéről és annak új átirataáról, de beszélünk a kortárs művészetről is. A Godó Kortárs Művészeti Galériában a Magyar Tudományos Akadémia szellőztető rendszere a kiállítás központi eleme. Műsorunk újra nézhető a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!